az idén nem nyerünk, akkor nem is tudom mikor. A Fradi van itthon. Fradi van itthon, tessék, forduljon meg, nézze meg, mennyien vannak. Ez a Makrai 800 embert ígért ide, itt 2500 fradista ül most pillanatnyilag, és még mindig folyamatosan folynak be a stadionba, jönnek, és ezt hallod? Ilyen mocskót eltűrni mi nem fogunk. Most mondom, ha vége jó, maradunk itt. Viszont a Fradi 2-0-ra győz, bemegyünk és szétszedünk mindent. Vége, vége ennek a stadionnak. A Debrecen az általában mumus, hogyha belátogatunk. Ráadásul ők felszabadultan játszhatnak. Nincs veszélyigadói. Fradi esetleg begörcsölhet, amit nem szeretnék. Én győzelemre számítok, ne arra hajtanak a fiúk, és jobban is járnának, hogyha első volt őt rúgnák, mert akkor kontrákkal lesz. Nagyon jól összeszedetten játszik a csapat végre. Én régen láttam őket ilyen fegyelmezetten és koncentráltan játszani, és ez biztató. Abban a pillanatban állt föl, ahogy a Debrecen gólt kapott, bosszúsága miatt, vagy nem ezt várta, azért állt föl, vagy pedig teendői vannak? Nem, egyszerűen, hát ez volt az első labda, ami kapura ment a Fradi részéről. Egyáltalán nem játszik alá nevet szerepet a csapat, én úgy gondolom. Elég sokan vannak, elég jó a hangulat is, meglátjuk, még minden nyitott. Én szerintem tud nyerni a DVSZT. Jó, a Debrecen is, mi is elég jól játszunk, hát nagy a tét, ezt lehet érezni, de jó meccs idáig legalábbis bentről, hát nekünk izgalmas legalább. Mi lesz az a néhány mondat, amit most már elmond az öltözőben? Ez titok. Mit mondott az öltözőben a fiainak? Hát azt, hogy ha elmerjük hinni, hogy meg lehet ezt a mérkőzést nyerni, akkor meg tudjuk fordítani. Hát úgy érzem, hogy mi játszottunk mezőny felül, de és helyzet nélkül rúgott gólt az ellenfél, bár nekünk sem volt helyzetünk, de úgy gondolom, hogy van esélyünk megnyerni ezt a mérkőzést, hogyha egy kicsit jobban pörgetjük a játékot. Jelenleg szökésben vagyok a munkahelyemről. ahogy vége, egy kicsit ünnepelünk még, és akkor utána visszadolgozni. Bajnokok leszünk. Amikor én még szakosztályelnök voltam, most megint itt vagyok, megint bajnok lett, közben volt egy kis szünet. Akkor maradjon már itt. Gratulálok! Minden jó! Én azt mondtam a játékosoknak a mérkőzés előtt, mi a bajnokságért játszunk, minket azt, hogy motiváljon, a Debrecen maximum azt, hogy megverjen minket. Azt gondolom, hogy ez volt a motiváció annak, hogy ők igazából bajnokok akartak lenni. De nagyon örülök, hogy pályára léphettem, mert nagyon nagy élmény a Ferencvárossal bajnokságot nyerni. Nagyon nagy érzés, 30 éves vagyok, életem első bajnoksága a kedvenc csapatomban, mit lehet többet elérni.
Folytatódhat az ünneplés, úgy tudom, az Üllői úton várják néhány ezeren. Úgy hallottam, hogy ott sokan várnak, hiszen kivetítő is volt. Hát biztos, hogy nem lesz egyszerű. Én azt mondom, hogy bármilyen bajnokságban, ha első az ember, az felemelő, hiszen azért dolgozik, azért küzd, azért játszik, hogy ezt meg tudja csinálni. Hogy tetszik a fogadtatás? Igen, hát ez biztos volt, hogy valami nagy tömeg összejönés, lelkesedés lesz, hát ez be is jött. Nem bizony, alig bírtunk bejönni ide a pályához, de ott kint is, tehát ellen a pályán is, a Debrecen pályán ott is nagyon nagy bandáj volt. Tehát ez meg méltó az, hogy a Ferencvárosnak a bajnok. Miben volt jobb a Fradi idén a többi csapatnál? Kiegyensúlyozottabbak voltunk, és bár adtunk sanszot nekik, hogy elhúzzanak, hiszen volt egy sorozatunk, ami nem úgy sikerült, sérülések és egyéb okok miatt. De szerencsére nem tudtak élni vele, és így utána már mi be tudtunk gyűjteni ezt a címet. Volt részünk ilyen fogadtatásban. Utoljára 92-ben volt hasonló ünneplésben részünk. Az igazság, hogy nagyon várta a közönség és a csapat is ezt a sikert, és tényleg gratulálok minden csapattársamnak és mindenkinek, aki tett ezért egy kicsit is, hogy így ünnepelhessünk a mai nap folyamán. Még nem tudom, mit hoz a jövő. Az biztos, hogy csodálatos 20 évet öltöttem itt. Köszönöm mindenkinek. Csodálatos érzés, hogy itt lehetek. És a csapat, és a nézők nagyon hamar befogadtak, mondanám, hogy kedvencükké váltam. És ezek után egy Fradi 6 év után, hogy bajnok lehet, ez egy csodálatos érzés. Álmomba se mertem volna gondolni, hogy ennyi ember kijön elénk, de nagyon jól eső érzéssel tölt el, nagyon boldog vagyok. Gondoltad volna, amikor 35 éves fejjel visszatérti a Fradiba, hogy ilyen ünneplésben lesz részben? Hát az alapszakasz eltekintve nem hisz, nem nagyon gondoltam rá. De aztán az alapszakasz után, mint ahogy a keret kialakult, utána már reménykedtem benne, hogy egy nagyon jó Ferencváros kialakulhat. És végül senki igazolt, hogy kialakult egy nagyon jó Ferencváros, és ez most a bajnokságot eredményezte. Háttér zajol.